Köszöntöm a nézőket! Bokréta ünnepséget tartottak a Ciszterci Szent István gimnáziumban. Az épületszárny bővítésének munkálatainál ugyanis elérték a legmagasabb pontot a szakemberek. Erre a Bokréta ünnepségre kalauzoljuk el Önöket, tartsanak velünk! Jól halad a Ciszterci gimnázium bővítése, már szerkezetkész állapotban van. Az új épületszárny Bokréta ünnepén elhangzott, hogy az iskola történetében mérföldkőnek számít ez a bővítés, amelynek első üteméhez 2017-ben 2,4 milliárdos, 2021-ben a második ütemhez pedig több mint 1,6 milliárdos támogatást adott a kormány. Ez egy csodálatos ünnep. Emlékszem, talán akkor nem voltunk annyian itt, amikor az alapkövet letettük, akkor még egy régi épületnek a hátsó kertjében egy szürke focipálya mellett egy picike kis lyukat láttunk, ahova leengedtük az időkapszulát, láttuk a tervezők képeit, de még nem tudtuk, hogy hogyan is fog kinézni, milyen is lesz bemenni abba a térbe, amit megálmodtunk, amit megálmodtak. És most itt vagyunk, 2,5 évvel később, és nem is akármilyen térben, a gimnázium sportcsarnokának a nagy terében. Most már azt hiszem mindannyian látni tudjuk, hogy milyen grandiózus ez az építkezés, milyen grandiózus ez az oktatásfejlesztés. Éppen amikor bejöttünk és leültünk, említettem Soltész Miklós államtitkár úrnak, hogy az egész kivitelezés, az egész bővítés, annak az oktatási és pedagógiai munkának, mint egy a külső megkoronázása, ami a gimnázium életében évek óta zajlik. Hiszen oktatni megfelelő térben lehet csak. Mindennapos testnevelést megfelelő torna létesítményekben lehet csak megfelelően végrehajtani. Ezért nagy öröm, hogy eljutottunk idáig. Hol is tartunk most? Ott tartunk, hogy jelenleg az épület szerkezetkész állapotban van. Akik gyakrabban követték, talán csak az utcáról, vagy akik itt dolgoztak, azok pontosan látták, hogy idáig el kellett jutni. Egy darabig csak lefelé ástunk, vagy ástak, de aztán elértük ezt a mély pontot, ahonnan már nem hátra, hanem előre megyünk csak. Egyre fölfelé, és elértük az épület legmagasabb szerkezeti pontját. De nem csak azért öröm, hogy látjuk ezt a tornacsarnokot, amihez 2017-ben kaptuk meg a magyar kormány jóvoltából a szükséges támogatást, 2,4 milliárd forintot, hanem az is öröm, hogy itt sem álltunk meg, hanem még tovább előre tudtunk menni azzal, hogy a második ütemre is, a projekt második ütemére, a tantermekre is 2021-ben megkaptuk a kiegészítő 1,67 milliárd forintos támogatást, amely támogatásokért szívből köszönetet mondunk Magyarország kormányának, és egyben polgármester úrnak is, akinek szíve vágya volt, hogy Székesfehérvár ezen gimnáziuma is bővüljön. Persze mindezek mögött nagy munka van, pontosan tudjuk, hogy milyen kihívás a szükséges források előteremtése, hosszú megbeszélések, egyeztetések, és a projektnek is egy kicsit az átalakítása előzte meg, miután Soltész Miklós államtitkár úr, Varga Tamás képviselő úr azzal az örömhírrel örvendeztettek meg minket, hogy lesz második ütem, teljes lesz a beruházás. És így állunk ma itt, hogy a tornacsarnok és a földszinti épület részek elkészültek, benne a régi tornaterem, benne
a díszterem, és aztán innen még tovább előre haladva a második ütemnek a szerkezete a 12 tanteremmel, végre egy nagy egységes tanári helységgel, amelyben együtt lehet dolgozni. Minden kedves kollégánk együtt tud készülni az oktatásra, együtt tudják egyeztetni, hogyan lenne hatékonyabb a diákoknak a tanítása. Az épület mély alapozással készült, monolit vasbeton szerkezetű, és már a szerkezeten túl elkezdődtek a belső szakipari, gépészeti, elektromos munkálatok, homlokzati nyílászárók. Napról napra, aki az utcán eljön a hatalmas épület mellett, láthatja, hogy újabb és újabb részek készülnek el belőle. Ez a mai nap, tehát annak az öröme, hogy elértük a legmagasabb szerkezeti pontot, és az épület a nyílászárókkal hamarosan teljesen bezárul. És annak az öröme, hogy belátható távolságba került az egész iskola bővítés elkészülte. Külön köszönet Orosz Ágoston igazgató úrnak, és egyben az egész tantestületnek és az egész diákságnak, hogy ezt a nem kis kihívást ők is a saját erejüket beletéve támogatják és segítik, pedig tudjuk, hogy nem könnyű egy állandó építkezés mellett lakni, úgyhogy bizonyos ponton a munkások beintegethetnek a tanterembe, de jó az együttműködés, hála Isten, a kivitelezés és az iskola között közös, a jövő, a cél érdekében megoldással mindig megtalálják azt, hogy ez a projekt valóban zökkenőmentesen elkészülhessen. És hát mi, akik álmodtunk, mindazok, akik ehhez a segítséget adták, mindazok, akik itt dolgoztak, mégis egy pontra tekintünk, itt a diákság képviselőire, akik majd ezt használni fogják, akik itt fölcseperednek, és reményeink szerint mindazokat az értékeket, amelyek a ciszterci és a római katolikus egyház értékei magukba tudják szívni, és szét tudják árasztani a világban. A krisztusi szeretet, a krisztusi irgalom, a krisztusi hitnek az értékeit. Hiszen nem egy iskola a többi között, hanem olyan iskolája ez Fehérvárnak, ahol az örömhírt akarjuk megtanulni, mi is, akik benne élünk és dolgozunk, és az örömhírt akarjuk átadni, hogy az Úristen örömhíre tovább terjedhessen. Mindezt ünnepeljük ma, mert ehhez kapunk olyan tereket, amelyekben igazán föl tudunk mind erre is készülni. És ezért köszönet mindazoknak, akik a legkisebbet is ehhez hozzátették. És öröm látni, hogy mennyien ünnepeljük ezt a Bokréta ünnepet, de egyben üzenet azoknak is, akik ma nem tudtak eljönni. Köszönet nekik is. És a köszönet mellett más nem tehetek, amikor elértük a szerkezet legmagasabb pontját, mint bátorítást, és az Úristen áldását is kérjem a munkálatok befejező részeihez, mindazoknak, akik itt dolgoznak, vagy akár távolabb egy íróasztal mellett. Az Úristen segítse őket, vezesse a munkájukat, hogy reményeink szerint az első ütem, azaz ez, amiben vagyunk, 2022. szeptemberben, a második ütem, ha csak a kivitelezőknek nem lesz nagy, még további örömhíre, 2022. december 31-én elkészüljön, és akkor már berendezett terek, falak között ünnepelhessük ennek az álomnak a megvalósulását. Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár az ünnepségen elmondta, az elmúlt 30 év legnagyobb volumenű iskolafejlesztései zajlanak országszerte. A természetesség mellett azért van egy hatalmas nagy küzdelem, az pedig az összefogásnak az eredménye. Annak az összefogásnak az eredménye, amiben benne van a ciszterci rend, ciszterci atyáknak a törekvése, évszázadokon keresztül, kommunizmus alatt is, hogy megmaradjanak,
ha csak titokban is, de megmaradjanak, majd azt követően pedig újra elindítassák iskoláikat szerte az országban, Pécset, Egerben, Budapesten, vagy itt Székesfehérváron. És nem csak, hogy elindítassák az iskoláikat, hanem fejleszthessék is. És ennek az összefogásnak nem csak ők a részesei, hanem részese a város, országgyűlési képviselő is. Bármikor fordultam polgármester úrhoz, képviselő úrhoz, illetve közösen tartományfőnök atyával hozzájuk, mindig is az volt az első szempont náluk, hogy az itt tanulóknak, az itt tanítóknak, a székesfehérváriaknak, és persze a környékből bejáró diákoknak is minél inkább szebb és jobb iskolát tudjunk átadni a következő években. És ennek az összefogásnak részesei a tervezők és a munkások is, mesterek is. Külön köszönöm önöknek, hogy itt vannak ezen a, egyébként persze természetes jelenlétükkel ezen az ünnepségen, hiszen mégiscsak Bokréta ünnep hatalmas nagy lehetőség arra, hogy bemutassák azt, amit eddig vittek. És itt, kedves fiatalok, azért mondom ezt a természetességet, mert azért nem könnyű az a munka, amit ők végeznek. Voltunk itt tűző napsütésben is, polgármester úrral, képviselő úrral, illetve tartományfőnök atyával, és voltunk itt nagyon hidegben is. És miközben mi mondjuk épp, hogy kiszállunk az autóból, vagy éppen ti a gimnázium falai között vagytok, ők ezekben az időkben is, ezekben az időszakokban is készítették és építették ezt az épületet. Külön köszönetet szeretnék ezért önöknek, mindannyiuknak mondani, akik itt vannak. És hogy ez mennyire nem természetes sajnos, hogy minden korban mindig összefognak az emberek, azért muszáj felidézni egy olyan időszakot is, ami nem olyan rég volt. Annak idején 2010 előtt 381 helyszínen szűnt meg a tanítás Magyarországon. Ennyi iskolát, oktatási intézményt zártak be, illetve a polgármester úr tudja legjobban, hogy mekkora elvonások történtek. Összességében hatalmas nagy számot mondok, országosan több mint 1400 milliárd forintot mondtak ki 2010 előtt, nem a mi kormányzásunk alatt, hanem más kormányzás alatt, a köznevelésből, közoktatásból. Iszonyatos nagy szám. Iszonyatos nagy szám. És innen kellett talpra állni. Innen kellett újra elindítani a beruházásokat, és ha belegondolunk, hogy a székesfehérvári olyan kiemeltnek számít, de sok-sok tucatnyi, sőt, száz számra vannak olyan beruházások, melyek mértékében majdnem elérik ezt a beruházást is. Elmúlt 30 év legnagyobb volumenű köznevelési beruházásai, állami iskola fejlesztési beruházásai zajlanak, 940 helyszínen, több mint 350 milliárd forintból, óriási nagy dolog. És hozzáteszem, hogy ezen felül, ugye Bencés atyáknak a mondása az épp testben, épp lélek, de a ciszterci atyák is, szerintem mindannyian valljuk mindezt, 2013 óta 1161 tornaszoba, közel 600, pontosabban 598 tornaterem és 23 tanoszoda épült, de további újabb 87 új tornaterem készül most, tornacsarnok készül, és 58 új tanoszoda épül szerte az országban. Óriási nagy ez a szám. És itt megint hagyj térjek kicsit vissza az építőiparra. Sokan bántják az építőipart, szerintem teljesen jogtalanul. Mert az, aki bántja, az álljon ide és csinálja. De hogy milyen fantasztikus épületeket, megoldásokat és technikát tudtak az elmúlt években megvalósítani, illetve felvonultatni az építőipari szakemberek, az előtt le a kalappal, és köszönjük szépen a teljesítményüket. Ebben a hatalmas nagy számban, amit felolvastam, tehát hogy 940 helyszínen több száz milliárd forintos beruházás történik, mind-mind kivették a részüket. És hát azt kell mondanom, hogy legalább ilyen fontos az iskola rendszeren belül, hogy az egyházi iskolák is fejlődnek, és ezen belül a ciszterci iskolák is. Egerben kisebb beruházással, de megszépült a ciszterci iskola. Pécset úgy szintén kisebbel, de szépül. Ami hatalmas nagy változás, az a budapesti iskola, ahol hamarosan tornacsarnokoknak az átadása lesz, illetve néhány teremnek az átadása, és a székesfehérvári, ahol tornacsarnok,
étkező 12 tanterem fog elkészülni hamarosan. Köszönöm szépen a munkájukat. Tisztelt ünneplő közösség, kedves fiatalok! Nagyon fontos az, hogy az ígéretet, amit egymásnak teszünk, legyen az egy közösség, legyen az házaspárok, legyen az akár egy politikai közösség, az betartjuk-e, avagy sem. Nekünk az ígéretünk az volt 11 néhány évvel ezelőtt, hogy igenis szövetséget kötünk mind a magyar építőiparral azért, hogy ne külföldről diktálják, és ne csak külföldi cégek vigyék el innen a hasznot, hanem itt maradjon helyben az országban. Ne, szövetséget kötünk az iskolákkal, iskolák fenntartóikkal, hogy igaz, hogy a béremelés is fontos, meg is történt, de emellett pedig a technikai háttér, az épületeknek a minősége, az javuljon, illetve bővüljön. Apát úr úgy fogalmazott, hogy ez a mai nap az öröm napja. Az Úristen örömhírét jöttünk meghallani, és ezen az ünnepen, az öröm ünnepén köszönöteket kell mondanunk. Köszönöteket kell mondanunk a magyar kormánynak, hogy 4,2 milliárd forintos támogatással, forrással lehetővé tette, hogy ma itt lehessünk. Szeretnék külön nagy köszönetet mondani a tervezőknek, mérnököknek, építőknek, mint azoknak, akik ma itt vannak, és azoknak is, akik ma nem lehetnek itt velünk, és nincsenek ma itt velünk. Ezt a fantasztikus munkát, hiszen ha körülnézünk, akkor egy lenyűgöző termet látunk, így is, még félkészen is. Tehát az öröm napja ez a mai, és vagyunk azt gondolom a teremben néhányan, akiknek ez az öröm kettős. Polgármester úr András is, és én is ennek a gimnáziumnak voltunk a diákjai. Tehát nekünk, mint volt diáknak, volt diákoknak, ez egy hatalmas öröm, hogy azt a gimnáziumot látjuk fejlődni, ahova jártunk. És itt azt hiszem, hogy kell még egy köszönetet mondani, hiszen mi abban az időben jártunk ebbe a gimnáziumban, amiről államtitkár úr beszélt a kommunizmus évtizedeiben, amikor ennek a gimnáziumnak nem a Ciszterrend volt a fenntartója, és nem Szent Istvánról nevezték el. De köszönetet kell mondanunk azoknak a tanárainknak, akik ezt a hagyományt, a Ciszterrend hagyományát, és azt a tudást, hogy ez a Ciszter gimnázium ebben a városban, azt ébren tartották, és mi ezt tőlük megtanultuk. Sajnos többen nem lehetnek már itt velünk, de mi köszönettel tartozunk ezért ezeknek a fantasztikus tanáregyéniségeknek, a Halmos tanárnak, Pál tanárúrnak, Bokros tanárúrnak, hogy mi azt tudtuk, hogy ez a Ciszter gimnázium. Köszönjük szépen! És az ígéret, szép szó, ha megtartjuk, úgy jó. Volt egy ígéretünk korábban, és volt egy új ígéretünk. Én nagy tisztelettel és szeretettel várom a diákokat az országgyűlés, a parlament épületében. És volt egy ígéretünk az elmúlt alkalommal, amikor itt voltunk, hogy arra szeretnénk kérni igazgató urat, hogy tegye lehetővé, hogy a 12-esek, akik nem örülhetnek majd ennek a fantasztikus tornacsarnoknak, mert ők már nem járnak ide akkor, amikor ez készen lesz, hogy meghívjuk őket ide, ebbe az elkészült új gimnáziumba és tornacsarnokba, és vendégül látjuk a 11-eseket, 12-eseket, hogy ők is örülhessenek ennek az új gimnáziumnak, mint ahogy mi ezen alapon örülünk ennek az új épületnek, és ez a Bokréta ünnep, ez még külön szebbé teszi a mai örömünket. A fejlesztésnek köszönhetően az új tornacsarnok mellett egy új ebédlő és konyha, illetve egy új díszterem is épül. Ezen kívül 12 tanteremmel és egy nagy közös tanárival is gazdagodik az intézmény. A bővítésre szánt több mint 4 milliárdos keret pedig nem a város költségvetését terheli. Már Tamás ilyen személyes élményeket is megosztott, akkor az ember úgy fogalmazhatnánk, hogy saját iskolájába visszatér bármikor is, azt jó szívvel teszi, hiszen rengeteget kaptunk egy középiskolától, ahova jártunk, mi a Józseftől.
és ehhez képest ma majdnem eltévedtem az iskolába. Pedig az ember a saját suliával jön vissza, és miért történhetett ez mégis meg? Mert az iskola fejlődik, növekszik, és olyan álmok valósulnak meg, amik már akkor is mindig fölmerültek. Emlékszem még HR igazgató úr, vagy éppen végtanár úr is, aki elküldött minket egy fél Cooperre, az rögtön mondta, hogy azért ez van, mert nincs normális tornatermünk, nem tudjuk hol megcsinálni a tesi órát, utána meg focizhattok egy jót, mondjuk ennek mi mindig nagyon örültünk, amikor a labda már előkerült. Tehát ez egy több évtizedes álma ennek a közösségnek és ennek a városnak, ami itt most megtörténik és megvalósul. Ráadásul úgy, hogy nem csak a tornaterem, hanem közösségi tér, hozzá tantermek, és minden olyan dolog létrejön, amitől ez az iskola itt a gyönyörű belvárosunkban egy gyönyörű égkőként a következő évtizedekben szolgálni fogja a fehérvári, és ne felejtsük el, nem csak a fehérvári, hanem a környezető településekről érkező diákokat, fiatalokat, az ő épülésüket. Ez egy nagyon jó iskola volt a múltban, nagyon jó iskola most, és minden adott lesz ahhoz, hogy így legyen ez a következő évtizedekben is. És két rövid gondolat. Részben államtitkár úr beszélt róla, amikor néztem a fotókat és néztem a dátumokat, akkor az mindent elmondott az építőipar nehézségéről. Úgyhogy én most elsősorban azoknak szeretnék köszönetet mondani, akik ezt a melót folyamatosan végzik. Hiszen láttunk itt augusztusi fotót, gondolom nagyjából 35-40 fok, láttunk decemberi fotót, amikor mondjuk éppen mínuszfokok voltak, és mégiscsak végezni kellett a munkát, hogy mi pedig itt lehessünk, és néhány jobb vagy rosszabb gondolatot elmondhassunk. Úgyhogy ezt külön szeretném mindenkinek megköszönni, nagyon-nagyon hálásak vagyunk a város közössége, a diákjai részéről is, és azok részéről, a diákok részéről, akik még meg se születtek, de amikor majd megszületnek és elérik a megfelelő életkort, akkor ide jönnek ebbe az iskolába. És köszönet a cisztereknek azért is, nem csak mert belevágtak ebbe az építkezésbe, hanem nekik köszönhetően 1,7 milliárd forintot más iskolákra tudunk fordítani. Mert amikor fölmerült, hogy a második ütemet meg kéne valósítani rögtön az első ütemet követően, akkor az első döntések arról szóltak, hogy a város rendelkezésre álló modern városok programon belüli oktatásfejlesztési programot lehet 20 milliárd forintra megemelvén, azon belül a ciszternek a második ütemét is megvalósítani. Úgy volt tehát, hogy áttételesen a város pénze az, amit a kormány jóváhagyásával a ciszterre fordíthatunk. Ezt is örömmel tettük volna, teszem hozzá rögtön. De utána megszületett a második döntés, ami jóvá hagyta azt a kezdeményezést, amiről itt Miklós beszélt, és amiért nagy köszönet Tamásnak, hogy külön forrásból tudjuk biztosítani ezt az 1,7 milliárd forintot a rendnek ehhez a beruházáshoz, úgy, hogy közben a város keretét nem csökkentette le a kormány 1,7 milliárd forinttal, azaz azt az 1,7 milliárd forintot más székesfehérvári általános és középiskolákra tudjuk költeni. Ez is ennek az összefogásnak az eredménye. Köszönet mindenkinek, aki ezért tett, aki ezért tesz. Köszönöm a tanároknak, akik segítik elviselni a diákoknak, és köszönöm a diákoknak a türelmet és a megértést. Tudják-e, hogy 13. századi hagyományokat ápolunk akkor, amikor Bokréta ünnepet ülünk? A 13. század óta mondunk köszönetet a munkáért, a munkásoknak, és ahogy az előttem szólók is mondták, elsősorban tényleg azoknak, akik télen, nyáron, hidegben, melegben munkát végezve hozzájárultak ahhoz, hogy az épület elérhette a legmagasabb pontját, szerkezetkész állapotú lett. Néhány adatot megosztanék önökkel. Először mintegy 7000 köbméternyi földet mozgattunk meg, amikor ezt a munkagödröt kiemeltük, 1500 négyzetméternyi résfalat építettünk, beépítettünk 500 tonna betonacélt, 4000 köbméter betont. Nyilván nem csak az itt nap mint nap dolgozóknak jár köszönet, elsősorban szeretném megköszönni a ciszterciennek, a gimnáziumnak azt a támogató légkört, amiben itt nap mint nap végezhetjük a munkát. Szeretném megköszönni a műszaki ellenőrök, tervezők felkészült munkáját, a hatóságok, hivatalok, önkormányzat támogatását. És azt gondolom, hogyha ezzel az egymást támogató attitűddel fogjuk folytatni a munkát, akkor sikeres átadást ünnepelhetünk néhány hónapon belül. Néhány hónapon belül, amikor apát úr biztosan meg fogja áldani majd az elkészült épületet, de engedjék meg, hogy mi a magunk építőiparos módján hadd kérjük már most a Jóisten áldását az eddig elkészültekre. És ezt olyan formában szeretnénk megtenni, hogy az építkezésen legtöbb időt eltöltő kollégánk Kovács Dani segítségét fogom kérni. Ő egy kis versikét fog elmondani. Ezután ürítjük poharunkat, és
ne ijedjenek meg, hogyha ezt követelne Dani, a földhöz fogja vágni a poharát. A hagyomány azt tartja, hogy minél több üvegcserépre törik az a pohár, annál nagyobb szerencse fogja kísérni a munka befejezését. Van ajtaja, van ablaka, szép nagy épület formáz. A kőműves falazott, az ács befette, de hogy tartós is legyen, azt a jó Isten rendezze. Tetővéd az esőtől, a fal meg a széltől, csak a jó Isten is rendelje tartós menedékül. Egészségünkre! Valóban most már előre tekintünk, a legnehezebb időszak az most van. Ez a tanév a legnehezebb, hiszen az építkezés elérkezett egy olyan pontig, amikor már közvetlenül az épülethez kapcsolódva történt az új rész hozzáépítése, és hát ez hát a munkából adódóan ez iszonyatos zajjal jár, a vésés, a flexel, a vágással való munkák. Tehát, hogy hatalmas nagy zajterhelésben vagyunk most így minden nap, de látjuk a végét, és ez azért ez rengeteg erőt ad, és hát nagyon boldogok vagyunk tényleg, hogy most már ez az ünnep is elérkezett. Még a nyáron lesz egy nagy etapja ennek a munkának, ami a régi részt is érinti, ott még egy komoly belső összefogásra, munkaszervezésre lesz szükség, és akkor hát tulajdonképpen szeptemberre, hogy folyamatosan megy majd az épület átadása, úgy most már tényleg egyre könnyebb lesz. Úgyhogy nagyon boldogok vagyunk, és én is szeretném tényleg megdicsérni az itt dolgozó embereket, mert példaértékű, ahogy ők dolgoznak, ahogy a gyerekekkel kommunikálnak, tehát mi állandóan dolgozó embereket látunk, egy pihenős semmi, tehát olyan munkamorálból is egy olyan nevelő munka ez a mai fiataloknak, hogy tényleg hálával tartozunk a cégnek. Mennyiben fog megváltozni az iskolában töltött idő minősége, vagy hogy milyen tervek vannak? Hát ez egy óriási nagy bővülés, talán nem is volt ilyen még az iskolától. Nem, való igaz, hogy egy ciszter fenntartás alatt történtek itt az igazán nagy dolgok. Ugye 1938-ban, amikor a jelenlegi épületünk felépült, és majd nem sokkal utána átadásra került, és most szerintem egy hasonló volumenű építés, beruházás van. Akkor, amikor ezt az épületet átadták, akkor ide 480 tanuló járt, 8 osztállyal. Most 21 osztályunk van, 723 fővel, tehát igazából mi most kerülünk a helyünkre, most kerül minden osztály a helyre, lesz mindenkinek saját osztályterme, felszabadulnak az előadó termeink, a szaktantermeink, ahol végre szakórákat tartatunk, tehát igazából most kerül minden a helyére. Az új épület szárnyat hamarosan birtokba vehetik a diákok, hiszen ahogy az ünnepségen elhangzott, az első ütem 2022. szeptemberére, a második ütem pedig decemberre készül el. Kedves nézőink, az elmúlt percekben a Ciszterci Szent István Gimnázium bokréta avató ünnepségére kalauzoltuk el Önöket. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!